Milyen érzés volt kifogni? Hát nagyon jó érzés volt, főleg úgy, hogy itt van a tévé, és ezen a tavon már ez a 7. pontjom. Tényleg? Igen. És ezt mind a tábról alatt fogtad? Igen. Wow. És ez mekkora ponty volt körülbelül? Nem kell a pontos méret, de... 1,5 vagy 2 kiló körül. Nagyon ügyes, hogy is honnan érkeztetek a testvéredbe? Szekszárdról. A 230 főt számláló Őcsényi Horgász Egyesület a helyi reptér melletti tavat 6 éve használhatja. Régóta terveztek már egy gyermekfoglalkoztató tábort, ez most a Magyarországos Horgászszövetség segítségével létrejöhetett. 15 ifi horgász jelentkezett erre, nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, mert ilyen még nem volt a faluba, hogy itt horgásztábor van. Ha körbenéznek a kedves nézők, nagyon ideális itt a környezet, mert egy aszfaltos út vezet ide be az Őcsényi repülőtérre, és itt minden itt van, tehát magyarul itt van az Egyesület bázisa, irodája. Szerettek volna egy bentlakásos tábort szervezni, de a pandémiás időszak és annak következményei ezt nem tették lehetővé. Ezért egy napközis táborra esett a választás. Tehát a szülő reggel a 8 óra körül hozza a gyermeket, és 5-6 óra között, amikor tudja, tehát a munkája engedi, akkor viszi, tehát nem hagyunk itt senkit, ha kell, 8 óráig is itt vagyunk. A programok úgy állnak föl, hogy reggel megérkeznek, akkor kapnak egy reggelit, és akkor egy kis eligazítás, hogy mit is fogunk ma csinálni, és akkor kimegyünk, ha a horgászat van aznap napi renden, akkor mindenki kiviszi a felszerelését a tópartra, és akkor elkezdünk horgászni. Az első napon 6-7 felnőtt itt volt az Egyesülettől. Fontosnak tartják a MOHOSZ által kiadott irányelvet, az utánpótlás kinevelését. Különböző horgászati módszerek mellett a tiltott eszközök és versenyszabályok megismertetésével telt a hét a gyermekek számára. Ugye a tavalyi tisztújítást követően a versenyfelelősi pozíciót vállaltam az Egyesületnél. Idén már 35. éve horgászom. Szívügyemnek tekintem az utánpótlás nevelés kérdését. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszeressék ezt a remek sportot. Jó levegőn vagyunk, tiszta, szép környezetben, és mindenféleképpen úgy látjuk, hogy lesz jövője ennek a kezdeményezésnek. Milyen feladatod a táborban? Feladatom a táborban a gyermekeknek a segítése, szervezési részen, a horgászverseny lebonyolításban vettem részt, és hát a mindennapi tábori feladatok, reggelisztetés, ebédre kísérés, uzsonnáztatás, és ezen kívül pedig horogkötés és halfárasztás közben segítkezem. Amikor szerveztük a tábort, bejelentkezett a család, de ők csak szerdáig tudnak jönni, csütörtökön mennek nyaralni, és hazament a kisfiú szerda este, és akkor leült a szülőkkel, és közölte, hogy ő nem megy holnap nyaralni, hanem inkább jön a táborba. És akkor megbeszélte a család, eltolták a nyaralást, úgyhogy azóta is a kisfiú itt van, mert annyira jól érzi magát. És akkor a másik, van egy Iker szekszárdi család, Iker két szekszárdi kisfiú, ők már hétfőn este, fél éjjel azt beszélték, hogy az első nap mi történt, meg hogy miket tanultunk, meg ilyen, és ezt másnap elmondják a szülők, és ez nekünk nagyon jó. Na, persze úgy döntött az Egyesület vezetősége, hogy jövőre is természetesen szeretnénk megtartani a tábort, mert már az idén nagyon sokan jelentkeztek, pedig még egy éve van, tehát az még nagyon messze van, de a 15 gyereken kívül már nagyon sokan jöttek, tehát hogyha tényleg minden úgy sikerül, hogy meg tudjuk tartani a tábort, akkor itt jövőre még keményebben kell készülnünk. Mondhatni, hogy a táborban végezte felkészülését Kis Máté versenyhorgász, a Nagy Dorogi Egyesület U15-ös ifi megye bajnoka, aki szívesen segített a többieknek. Ide is lehet jönni horgászni, bárkit ide engedek, meg ha kérik, akkor segítek bárkinek szóval. Nagyon szívesen. Egyébként ügyesek, aki eddig ideült, az viszonylag jól csinálta. Elsőhöz képest nagyon jó volt. És hogy szoktál nekik segíteni? Először megmutatom, hogy hogyan kell, utána beültetem őket, és megcsinálják, megpróbálják megcsinálni.